mai különkiadásban ezúttal nem fogunk vadászni. Akkor minek hozattattál velem puskát? Hát mert vadász vagy, hát hogy néznék ki a nélkül? Szóval ezúttal nem fogunk vadászni. Majd duvadazni fogok? Nem fogsz duvadazni, hát nem érted? Hát ez csak kellékként van nálad. Folytathatnám végre? Szóval a mai különkiadásban meg szeretnék osztani veletek néhány fontos információt egy olyan dologról, aminek aktualitása ez időtájt veszi kezdetét. Ilyenkor februárban kezdődik az aggancshullajtás időszaka, aminek sorát rendszerint az idős gímszarvasok kezdik meg. A lehullajtott aggancsokra van, aki véletlenül talál rá, van, aki puszta kalandvágyból keresi, és vannak olyanok, akik igazi kincsként tekintenek rá, amit el lehet adni. Tényleg el lehet adni? Igen, illegálisan. Mi az, hogy illegálisan? Törvényben ütköző. Azt tudom, hogy mit jelent, csak azt nem, hogy miért ütközik törvényben. Mert nem a tiéd. Hát de miért? Nem én találtam. Mi a sétálsz az utcán? Látsz egy kis kutyát? Az a tiéd? Hát nem, hát gondolom annak van gazdája. Na ennek is van. De kicsoda? A helyileg illetékes vadásztársaság. És hogyha egy olyan helyen találom, amelyik egyik vadásztársaság területére se esik, na akkor mi van? Akkor a legközelebbi vadásztársaság. Hát de miért? Azért, hogy legyen mit kérdezned. Így van, leírva, az kész. Most mégis milyen törvénybe ütközik, ha hazaviszek egyet? Lopásnak. És hogyha eladom? Azt pedig orgazdaságnak hívják. Na, de azért nem olyan könnyű ez az aggancsgyűjtés, hát bárhol eshet róluk, az erdő pedig nagy. Igen, de akik ezzel foglalkoznak, azoknak megvan rá a mód. Melyik a nyakukba ugranak, azt letépik róla? Igen, azután hazanyargalnak, hogy ne kelljen gyalogolni. Szerinted? Na, honnan tudjam? Az illegális aggancsgyűjtők legelterjedtebb technikája, hogy zavarják a szarvasokat, amik így rohanás közben leverik a fejükről az aggancsok. A jobb zsákmány érdekében pedig drótokat feszítenek ki fejmagasságba, hogy abba akadjanak bele. És mi van azzal, amelyik még nem vetné le az aggancsát? Az akár komoly sérülést is szenvedhet, eltörhet a koponya csonthoz csatlakozó aggancstő, vagy még rosszabb. Ó, szegénye. De hát ez állatkínzás. És amellett bűncselekmény, ráadásul komoly anyagi kárt is okozhat a vadásztársaságoknak. De miért? Mert így olyan bika is megsérülhet, ami a későbbiekben kapitális aggancsot is rakhatott volna, de a sérülés miatt már csak rendellenes aggancsot tud növeszteni. Így nem lesz érték. Ráadásul megzavart szarvasok kifuthatnak az útra, ami a közlekedés súlyosan veszélyezteti. Nézd-e? Mi? Ott. Na látod, ez egy gimszarvasnak az aggancsa. Ó, az igen, jó nagy. Hát ez egy kapitális bikának az egyik szár aggancsa. Valószínűleg most hullajtott el, mert még nyers az aggancstő. Ez egy öregebb bikáé lehet, már az elő már jön lefele. Igazából egy lőhető bika, gyönyörű ágvégekkel, fehér ágvégekkel. Hány kilós lehet egy ilyen? Hát egy ilyen bika. Ezt így nem tudom neked pontosan megmondani, de ez ilyen 10 kilós bika. 10 kilós? Igen, kilós akkor bika. Ez már jónak minősül. Ez nagyon. Ez már azért sok vadásznak az álma, hogy egy ilyet lőjön. És miért nem mindegy, hogy kiszedi őket össze? Miért kell erre törvényt hoz? Nem értem. Hát na, a vadásztársaságok információt gyűjtenek ebből. Az aggancs méretéből, kinézetéből következtetni tudnak a vadállomány minőségére és mennyiségébe. Érted? Most mit csinálunk vele? Eltesszük ide, majd visszafele bevisszük a vadászt. És mi van akkor, ha egy szerelmes pár piknikezik, és tegyük fel, a szerelmi beteljesülésük közepette találnak véletlenül egy aggancsot, ami bele volt taposva a földbe, és soha senki észre sem vette volna, ha ők éppen nem hemperegnek ott. Na, akkor sem vihetik haza, hogy a falra akasztassák? Nem. Mert te már piknikeztél itt valahol? Ne foglalkozz velem. Nem ez volt a kérdés. És ha a vadásztársasághoz viszed be, az is lopás? Hát ha kérsz engedélyt az illetékes hatóságtól, és ők írásban hozzájárulnak, akkor legálisan is gyűjtheted. Annyi a lényeg csak, hogy be kell vinni a helyi hatósághoz, hogy rögzítsék az adatokat. Aha, remek. Röviden összefoglalva, ha aggancsot akarsz gyűjteni, kérj engedélyt, és dolgozz össze a vadásztársaságokkal, vagy hagyd az aggancsot a talált helyen. Akik pedig az illegális oldalát választják és üldözik a szarvasokat egy-egy tekintélyesebb zsákmány reményében,
azok ne felejtsék el, hogy mindazok mellett, hogy bűncselekményt követnek el, veszélyeztethetik mások életét és az állatok testi épségét. Ennyi volt a mai külön kiadásunk. Tartsanak velünk legközelebb is, vadásszanak velünk. Te tényleg piknikeztél az erdőbe. Nem tudom, miről beszélsz. Hé, ne siess annyira. Nem tudom, miről beszélsz.